Minket rátótiakat örömmel tölt el, hogy évről évre az október 6-ai megemlékezések alkalmával népes tömeg gyűlik itt össze, hogy együtt emlékezzünk hőseinkre. Nem csak rátótiak gyűltek össze október 6-án, hogy emlékezzenek az 1848-as, 49-es szabadságharc mártír halált halt hőseire az Aradi Emlékparkban. A gyász hozott minket ide, ám egyúttal a büszkeség és a hála az áldó imádság is. Mártírokra emlékezünk, a magyar szabadság, a modern polgári Magyarország vértanúira. Magyarnak lenni Európában és európainak lenni Magyarországon, a reformkor hősei ezért harcoltak, mondta ünnepi megemlékező beszédében Vas megye kormány megbízottja. A Rátóti emlékhely Szél Kálmán egykori miniszterelnök birtokán áll, itt valaha sokszor tett látogatást Deák Ferenc is. A hagyomány szerint ő ültette a vértanúk emlékére a 13 kocsányos tölgyet az 1860-as években. Az Aradi Emlékpark fenntartásában a Szombathelyi Erdészeti ZRT jelentős részt vállal. Azért is gyűjtöttük annak idején ezeket a makokat, illetve neveltük a csemetéket, hogy majd, hogyha ezek a öreg fák elpusztulnak, akkor legyen miből pótolni. Ugye jelenleg most már 9 elpusztult, 4 él még, és úgy tervezik, hogy a jövő évben elkezdjük szakaszosan az elpusztult fajnak a pótlását, ami nagyon gondosan meg kell tervezni. Az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékező ünnepi műsorban felléptek a Vörös Sándor Színház művészei és a Béri Balog Ádám néptánc együttes tagjai. A 13 aradi vértanú fejfáját a rátóti édesanyák gyermekeikkel együtt koszorúzták meg.